attól hogy bírtátok az időt? Hát elég hosszú volt. Két átszállás is, de örülök, hogy itt vagyok, és nagyon jó hangulat, nagyon örülök mindennek. Azt hiszem, hogy ennél szebbet nem gondoltam, hogy ezzel az éremmel a nyakadban tér. Nem, tényleg abszolút elégedett vagyok, és tényleg nagyon örülök, fantasztikus, ennyien vannak. Mondtad, hogy nem feltétlenül a főszámaidban akarsz meglepetést okozni, és végül a 100 hát lett az, ami nem főszám. Igen. Hát igen, de most már ez mindent felettet velem, 50 gyors után ez a hát, nagyon örülök tényleg. De azt készülve, hogy most pár hét őrület jön? Hát nem tudom tényleg, hogy mire számíthatok, és tényleg örülök, hogy itt vagytok, köszönöm szépen. Kivel szeretnél először találkozni? Hát a családom is itt van, barátaim, úgyhogy mindenkit üdvözlök szép sorban. Szívből gratulálok. Mondtad nekem itt a Vasas TV-s nyilatkozatban, hogy egyéni csúcsokat akarsz úszni, ez sikerült, de hát azt hiszem az, hogy érmek vannak a nyakadban, az még jobb érzés. Igen, ez nagyon jó érzés, és erre tényleg nem számítottam, hogy kettő is lesz. Melyik számodra vagy a legbüszkébb? 100 hátra. Milyen volt az út? Hát nagyon fárasztolt, volt egy 8 órás átszállásunk São Paulo-ba, és utána még Párizsban is 4 óra. Hogy tetszett kint az olimpia? Neked ez nagyon új volt. Nekem nagyon tetszett, de a vége az már hosszú volt. Tudtál szurkolni? Más versenyeken is volt valamire idő kijutni? Csak az úszásra tudtam kimenni, másra nem. De ti vasasosok nagyon jól szerepeltetek, Álmos tanítványa is, Tamás is, büszke vagy magatokra? Igen, én nagyon örülök, hogy mindenkinek sikerült, ahogy kellett. Most hát gratulálok neked is, azt hiszem, hogy nagyon büszke lehetsz a lányokra. Hát az is vagyok, hogy nagyjából elértük a céljainkat, de csak nagyjából. Ugye ebben a nagyjából a két érem is jutott, talán Bianca szereplése volt a kívülállók számára a legnagyobb meglepetés, kellemes meglepetés. Számodra ez mennyire volt meglepő, hogy egy ezüstöt és egy bronzot nyert? Nagyon jól mondtad, a kívülállók számára volt meglepetés. Én vártam tőle pont ebben a két számban az éremessé lehetőségét. Az, hogy most ez milyen színű érem, az a mezőnytől is függött, de nagyjából ez az, ami várható volt, ez a realitás. Azon kívül, hogy fárasztó volt, milyen volt kint? Nagyon jó volt. Nekem életem első paralimpiája volt, úgyhogy én nagyon élveztem végig. A hazautat is túléltétek, látjuk. Hát a hazaut az nagyon durva volt, tehát több mint 30 órát utaztunk, katasztrofális átszállásokkal meg minden, de túléltük, egyben vagyunk, mindenki kipihent, látod. Mennyi pihenést kapnak a versenyzők most? Még nem döntöttem el, de kapnak pihenőt.